első szezon Bandicoot Passának a végső jutalma a 30. fokozaton 25.000 trófeánál, az ingyenes oldalon a Lab Assistant Coco és a fizetős oldalon a Retro Space Crash. Sikerült nekem is eljutni idáig, és ebben a videóban ezt a kék skint fogom bemutatni. Ez itt a Lab Assistant Coco, úgy ahogy Crash Coco is beöltözött egy ilyen labor asszisztensnek, rajta van az a szemüveg, fehér köpeny, fekete kesztyű, szürkés nadrág a bal térdénél vagy foltozattal, és a barna cipő van még rajta. Keresztül vett a vállán egy ilyen övet, ahol van egy lombik és 2 darab kémcső, gondolom ilyen szérum van benne, Nitro szérum. Ennek a párját is feloldottuk még korábban, amiről szintén készült külön videó, az pedig a Crash Bandicootos, neki másabb színezetű a kesztyű, illetve a nadrág is, de az összkép az hasonló, a hátulján annak a köpenynek van szérum mintázat. Ez a Lebe Assistant Coco 20%-kal több Flame Orbot ad, hogyha ilyen összetevőt gyűjtünk. Fizetés oldalon pedig a legendás Retro Space Crash található meg. Tényleg mint egy űrhajós lenne, úgy néz ki. Világos kék színezetben van burkolózva, az övénél a C betű, illetve mintha valamiféle nyomógombok lennének ott a mellkasánál is. Kék, illetve világos kék a kesztyűje meg a csizmája is. A fején van egy, hát egy érdekes kis fénygyűrű és gömb, aztán a hátán van talán ilyen jetpack tartó rész, vagy valamiféle rögzítésre alkalmas fém karikák. Úgy tűnik megyünk az űrbe, hogyha előre akarják vetíteni azt, hogy mi lesz a következő szezon. Lehet a jetpackkel és következik majd. Ez a legendás skin 80%-kal több shell shardot ad, illetve 80%-kal több trófeát, hogyha Nitro ellenfeleket győzünk le, illetve egy akumaszkkal érkezünk a játékba. Először nézzük a Lebe Assistant Coco-t. Érkeztem ide a Dynamite-ra, itt van a Flame Orb, és 20%-kal többet tudok majd itt összegyűjteni, úgyhogy ezt teszem én meg ezen a pályán, és bemutatom, illetve megnézzük, milyen ez a Lebe Assistant Coco. Örülök, hogy akkor így párba elérhető ez így a Bandicoot Passen belül, viszont kíváncsi vagyok még arra is, hogy a további párok hogyan lesznek, mert például volt az Android Koko, annak a párja nekem már megvan, ez igaz, mert a bétába volt lehetőség arra, hogy megszerezzük az Android Crash-t. Arról már beszéltem is, hogy az Android Crash-t szintén az ilyen Bandicoot Passen belül lehetett megszerezni, viszont akik nem játszottak a bétával, azoknak nem volt arra lehetőség, hogy ezt megszerezzék. Remélem majd nekik is beérkezik ez a boltba, vagy valahogy meg lehet nekik is szerezni. Minden esetre a boltot jelenleg is figyelem, és az a helyzet, hogy új skinek még úgy nem kerültek a játékba, tehát majd kiderül, hogy mit találunk a további frissítésekbe. Én minden esetre megpróbálom minél hamarabb a híreket és az újdonságokat számotokra elérhetővé tenni, illetve videót vagy akár csak egy képet készíteni, amit Discordra kirakok. Én továbbra is fogom akkor így gyűjtögetni ezeket a bizonyos lépéseket, viszont nem biztos, hogy olyan gyakran be fogom váltani, azért figyelek arra, hogy mi hol állunk a csapattal, és akkor hogyan érdemes nekünk a trófeákat gyűjteni. Akik elérték már a 25.000 trófeát, úgy gondolom, hogy nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a mi csapatunk legyen győzedelmes. Jelenleg mi vagyunk első helyen, de majd megnézem a menetem után, és utána esetleg értékelem a csapatot, tehát mindig vannak olyanok, akiket meg kell nézni, hogy hogyan dolgoznak. Szóval az nem jelenti azt, hogy én most így elértem a 25.000 trófeát, hogy nem fogok dolgozni, figyelek majd arra, hogy valamennyire járuljak hozzá a csapat sikeréhez, és ezt meg is fogom tenni, de azért úgy vettem észre, hogy elég szép előnyünk van. Ebből a Flame Orbból lehet készíteni a tojásokat, úgyhogy azt már meg is teszem. Szoktam még csinálni ilyeneket, tojásokat és fegyvereket, hogyha érkeznek az új bosszok, akkor már én felkészült legyek. De most már akkor a lépések és a tiketek gyűjtése is fontos lehet, hiszen akkor a következő szezonra be kell nekem tárázni. Minél több eltárolt lépésem lesz, annál jobb lesz nekem és egyszerűbb dolgom. Nem tudom, hogy mennyit fogok tudni megtenni, de azt tudom, hogy a szezonon belül még van lehetőség arra, hogy elérjük azt, amit mi szeretnénk, mert úgy tapasztaltam eddig, hogy csütörtökönként érkeznek a missionök, a küldetések, aktiválódik a mission computer, és ott eddig 1680 trófeát lehetett megszerezni. Hát így áll a csapatom, több mint 100.000 a különbség az első és a második hely között, tehát mi közöttünk meg, akik mögöttünk vannak. Kristóf, Benny, nektek gratulálok, ti voltatok az elsők, akik leghamarabb átértetek a 25 000-en, tehát teljesítettétek a trófeát, és jeleztétek nekem, és igazatok van, Famuga tényleg nem szerzett már jó régóta semennyi trófeát. Köszönjük szépen az eddigi munkádat, Famuga, viszont a szabály a szabály, jelenleg akkor van egy hely, lehet csatlakozni. Múltkori videómban is ki kellett tenni valakit, úgy emlékszem, hogy Theo az, aki tudott csatlakozni a csapatunkhoz, és ő egy aktív tagja lett a csapatnak, 30. helyről már is felugrott a 23-ra, több mint 5000 trófeával. Üdv a csapatban, Theo, köszönjük a munkádat! Itt vagyunk akkor a Lost City-n, ahol a Sershádot fogjuk gyűjteni, 80%-kal többet kapunk, úgyhogy Retro Space Crash. Kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz Retro Space Coco, vagy hogyan lehet majd őt megszerezni, de nagyon szeretném, hogyha párba meg lehetnének ezek a skinek, mert még 2 darab skin van, ami jelenleg a birtokunkban lesz, az pedig a szezon végén a Nitrous skinek, vagyis hát a Nitrous Oxide-os skinek, azok még olyanok, amik meg lesznek nekünk, hiszen az első helyen vagyunk, és mellette még alkatrészek, illetve 200 kristály, aminek szerintem mindannyian nagyon fogunk örülni. És a helyzet az, hogy még akkor ez a Retro Space Coco majd, amikor megérkezik, akkor majd meg lesz mindkettő így a skinbe páronként, és azt szerintem nagyon király lesz. Én szeretem úgy gyűjteni a skineket, vagy hát eddigieket, amiket tudtam, azokat megszereztem. Voltak olyanok, amik nem kerültek még vissza a shopba, amit bizonyos csapat ranglétrán nem tudtam elérni. Például a Bunny Coco, az még nem került a shopba, vagy volt még a bétába egy olyan szezon, amikor a Purple Coco még jutalom volt, de én nem azt értem el, úgyhogy azt még nem tudtam megszerezni, viszont ez nem jelenti azt, hogy akkor én nem fogom később azt megszerezni. Gyűjtögetem a kristályokat is, és nagy-nagy szeretettel várom, hogy mikor érkeznek a boltba. De hát úgy gondolom, hogy most javítják inkább a játékot a bizonyos bugoktól, hogy ne legyen semmiféle probléma, de arra gondolok, hogy még a májusi szezon befejezés előtt, vagy hát akörül biztosan lesz egy frissítés, hiszen amikor jönnek majd amikor érkezik az új szezon, a második, akkor azért csak bele kell tenni azt a játékba, valahogy azt egy frissítéssel fogják majd jelezni. De úgy gondolom, hogy lehet, hogy még előtte is lesz, viszont ez a szezon tart egészen május 3-áig, a Kingnek a hivatalos oldalán meg lehet nézni a Bandicoot Fest és annak a tartalmát, tehát az interneten keresztül a honlapjukon, és ott így van jelezve, ott van a dátum, hogy 5. hó 3, tehát május 3-a a befejező dátuma ennek a szezonnak. Szóval addig van még mit gyűjteni, és van idő arra is, hogy be lehet fejezni, tehát akik most csatlakoznak a játékba, azok is előre tudnak haladni, sőt én lehet, hogy arra is tippet mondok, hogy lehet később a Mission Board nem csak 1680 trófeát fog adni a küldetések összesítésében, hanem lehet, hogy többet, mert hát közelebb vagyunk a végéhez, és akkor emiatt több trófeát ad. Ez nem biztos, hogy így lesz, de van egy ilyen ötletem, hogy akkor érdemes lenne többet adni. De hát ezt előre még nem lehet tudni. Fejlesztők helyébe én megpróbálnék egy ilyet, hogy azért akik később csatlakoznak, azoknak legyen valamilyen esélyük befejezni azt, de lehet, hogy más játékok se csinálnak ilyet, és akkor úgy nem foglalkoznak vele. Ez csak egy ötlet. Minden esetre én azért még odafigyelek, hogy a csapatom első helyen fejezze be a szezont, és gyűjtsek is lépéseket, hogy a következő szezonban szintén első helyen végezzünk, de még nem iszok előre a medve bőrére. Figyelem azokat, hogy kik azok aktívak, de tényleg azoknak kell, úgy gondolom, hogy aktívabbnak lenni, akiknek kevesebb a trófeájuk, tehát ők úgyis el akarnak szerintem érni a 25 000 trófeáig, és emiatt akkor nekik nagyobb előrehaladást kell tenni, mint például az első helyen lévőknek, akiknek már megvan a 25 000 is. Itt van az a nyomógomb jobb oldalt, és így akkor le tudunk ide kerülni, itt pedig gyűjteni még shell shardot. Szóval nagy szeretettel várom a következő frissítést és a következő szezont is, de akkor jelenleg így bemutattam úgy mindent, ami volt a Bandicoot Passba. 45 darab shell shardot gyűjtöttem így össze ezzel a skinnel. Tehát itt van az én boltom, itt szoktak megjelenni a skinek, de hát nekem már nincs mit venni. Majd ez a 2 skin lesz a szezon végén, amit jelenleg meg fogunk nyerni, és úgy gondolom ez így is marad. Kíváncsi vagyok, milyen Survivor Run pálya kerül még majd be. Szóval várjuk a következő frissítést, itt vannak a korábbi Crash On The Run videóim, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!